Minden harmadik hazai kis és közepes vállalkozás folytat tudatos marketing tevékenységet egy felmérés szerint. Az Ipsos és a Marketing Kommandó társaságok kutatása kimutatja, hogy 10-ből 2 társaság egyáltalán nem költ reklámra, és ugyanannyi azon cégek száma is, amelyek árbevételük 5%-át fordítják hirdetésekre. Két hazai cég nagyító alatt vizsgálta a kis és közepes vállalkozások marketingre fordított költségeit. Amíg 2002-ben minden ötödik cégnél tapasztaltak tudatos marketing politikát, addig idén már minden harmadik társaság vezetője jelezte, hogy a társaság életében szerepel a marketing. Nem az ő hibájuk. Tehát mi egy olyan kultúrában nőttünk föl, ahol a vállalkozók többsége első generációs, a szüleik alkalmazottak voltak, nem adták át ezt a tudást, gyerekek, marketingezni kell, pénzügyezni. Tehát nincs benne egyszerűen a köztudatban, úgyhogy a legjobb dolog, amit tanácsolni tudok ezeknek a cégeknek, hogy tanuljanak egy picit legalább, menjenek fel a netre, keressenek rá, hogy marketing, egy picit kezdjék el képezni magukat. A marketing szakirodalom megállapítása szerint egy cég árbevételének 5-10%-át érdemes marketingre költeni. Ennek Magyarországon a felmérés alapján csak minden ötödik kisvállalkozás felel meg. A legnagyobb áttörés egy cégnél a marketingében az az, hogy nem úgy kell gondolkodni, hogy úristen, itt van 10 millió magyar, azoknak mind el kell jutatni a marketing üzenetemet, hanem meghatározni egy kis célközönséget. És azt mondani, hogy mekkora az a kis mag, akiknek én az üzenetemet legalább havonta egyszer el tudom jutatni, mert így építünk márkát. A kutatás szerint a legnépszerűbb marketing elem Magyarországon a saját honlap elkészítése és annak folyamatos fejlesztése, amit az utcai szórólapozás és a nyomtatott sajtóban való megjelenés követ.